A legutóbbi rendelkezések értelmében úgy tűnik, augusztus 15-ig nem tarthatóak tömegrendezvények. Ez nem csak a fesztiválokat, hanem a nagyobb létszámú esküvőket is érinti. Polgári és egyházi szertartásokat rendezhetnek, a nagyobb lakodalom megülésével azonban várnia kell a násznépnek. Az esküvő szervezése általánosan a nagy nap előtt egy-másfél évvel hamarabb megkezdődik. Lefoglalják a párok a helyszínt, a különböző szolgáltatókat. Ez a szolgáltatói szektor most különösen nehéz helyzetbe került, hiszen egyáltalán nem látható az az időpont, amikor ezeken az intézkedéseken lazítani lehet. Az időpontok persze átfoglalhatóak, a szakma viszont talán a teljes szezont bukja. Nagy boldogsággal indul mindenkinek a szezon, főleg annak, aki ebben a szegmensben dolgozik, hiszen ugye az esküvőknek a fénypontja maga a buli része, a lakodalom, ami elkerülhetetlen szolgáltatók nélkül, és a buli hangulata nélkül. Ezt mindig tisztázzuk, hogy esküvőket tartani lehet, tehát a hivatalos jogi bejegyzése sor kerülhet, ugye ezt tudjuk limitált létszámmal. Nem ezen van a hangsúly, mert szerintem minden fiatal arról álmodik, hogy nagy ruha, nagy buli, szép leszek, és reggelig bulizunk a családtagokkal, a barátokkal. Hát ennek most vége. Ugye sajnos ezt nem tudják a fiatalok megtartani. Nagyon sokan szomorúak emiatt, úgyhogy nem tudok mást mondani én sem, mint hogy kitartást kívánunk, és sok rendezvény elmarad. Azt is mindig hozzáteszem, hogy nem csak miattunk van ez, illetve hogy ez több összetevőből áll ez a dolog. Hiszen az éttermek sem nyithatnak ki, így eleve nem áll semmilyen formában, módunkban bulikat rendezni és ezt navigálni. A legtöbb pár készül B-tervvel, de jelenleg ebben az ágazatban is a legtöbben az augusztus 15-i dátumot várják. A kormány ezt jelölte meg következő állomásként, amikor majd újabb döntések születhetnek könnyítésekről, esetleg szigorításokról. Ezt a hívünket tavaly november elején lezártuk, olyan szempontból, hogy már nem fogadtunk be további foglalásokat erre az évre, tehát igazából kirakadtuk hára az évnek a feltárszámlát. Ez 65 esküvőt érintett első körben, tehát 65 esküvőre szerződtünk erre az évre. El is tudtuk kezdeni a szezont a legelején, 4 esküvőt meg tudtunk tartani február, illetve március elején. Majd utána, amikor március közepén jött az első korlátozás, akkor elkezdtük a március, április, illetve májusi esküvőket szépen lassan elpakolni. Illetve most már ott járunk, hogy a júniusi esküvőket is átraktuk legnagyobb részét. Van egy-két párunk, aki még kivár, van egy-két párunk, aki nagyon optimista, és nagyon szeretné, hogyha a 6. hóban meg tudná tartani az esküvőjét. Nyilván mi biztatni őket nem tudjuk, azt javasoljuk mindenkinek, hogy ahol van ez a lélektani határa, ameddig tudnak várni, addig nyugodtan várjanak, de mindenképpen egy B-terven közösen ötleteljünk. Mindenki nagyon-nagyon rugalmas, szerdai vasárnapi esküvők is abszolút szóba jöhetnek számukra, illetve jövő évre is akár eltakják, hogyha nagyobb volumenű esküvőt szeretnének, vagy mondjuk tipikusan nyári vagy tavaszi esküvőt. A párok úgy tűnik türelmesek és nyitottak a kisebb létszámú esküvők megtartására is, de a jelenlegi helyzetben a szolgáltatók is csak türelmet tudnak kérni. Tisztázatlan és a vendéglátósok számára sem világos még egyenlőre, hogy például egy nagyobb létszámú esküvő esetén milyen egészségügyi biztonsági lépéseket kellene bevezetni. A 1,5 méteres távolság tartása családok között egy zárt térben nagyban csökkenti a helyszínek befogadó képességét. Az azonban mindenki számára elsődleges, hogy nyugodt körülmények között lehessen majd egy-egy lakodalmat megtartani.